Tartós északnyugati áramlással váltakozó nedvességtartalmú levegő érkezik a Kárpát-medencébe, így a hét második felében is napos, gomoly felhős időre készülhetünk, többfelé záporokra, zivatarokkal. Köszöntöm az M1 nézőit, Szilágyi Eszter vagyok. Most a délelőtt folyamán még sok-sok napsütés vár ránk, délután azonban főként az ország nyugati felében számíthatunk majd csapadékra. A csapadékra pedig szüksége lenne a földeknek, elsősorban most a kukoricának, valamint a napraforgónak, amely egyre több felé virágzik. Habár a szemfülesek már lehet, hogy meg is figyelték, hogy a nagy szárazság miatt a virágnak a feje, a tányérja sokkal kisebb, mint azt például az elmúlt években megszokhattuk. Nagyné Bálint Brigittának nagyon szépen köszönjük a tudósítást, és várjuk további nézői képeiket nagy-nagy szeretettel a már jól ismert e-mail címünkre. Most délelőtt alapvetően napos arcát mutatja az időjárás, habár látható, hogy Erdélyben továbbra is sokasodnak a felhők, és itt még lecsengőben lévő záporokra, zivatarokra számíthatunk. Másutt legfeljebb elvétve lehet egy-egy zápor a délelőtt folyamán, délután azonban a Dunántúlon megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé intenzívebb záporokra számíthatunk, mennydörgés, villámlás, helyenként akár felhőszakadás kíséretében. Ugyanis egy újabb hidegfront érkezik hozzánk, amely a szélben is érezteti majd hatását. Így elsősorban délután derekán a Szeged-Győr szélcsatornában, illetve attól nyugatabbra feltámadhat az északnyugati irányú szél, a Balatonnál korra estére akár viharossá is fokozódhat, így érdemes figyelni ma is a viharjelzőrendszert, hogyha ellátogatnak. És ez a szél továbbra is friss levegőt szállít a Kárpát-medencébe, így az északi, északnyugati peremterületeken a 25 fokot sem éri el a maximum. Legmelegebb ma a Bánságban, illetve a Vajdaságban lehet, itt a 30 fokot közelíti a hőmérséklet. Látható tehát egy nagy hőmérsékleti kontraszt alakult itt térségünkbe, nem lesz mindenütt a strandidő, de hogyha tehetik, azért látogassanak el a vízpartokra. Folyóink közül a Rába vize a leghűvösebb, míg tavaink közül a fertőtó hűlt le leginkább az elmúlt napokban. És a következő napokban sem várható folyóinknál kifejezett melegedés, ugyanis az éjszakáink hűvösek lesznek. Helyenként, főként az északi völgyekben 10 fok alá is leszaladhat a hőmérséklet, napközben pedig 30 foknál sehol sem lesz melegebb, a sok éves átlagtól elmaradnak mindenütt a maximumok. És folytatódik az időjárás változékony jellege. Holnap a nap első felében még a felhőzet lesz túlsúlyban felettünk, majd kitisztul az ég, visszatér a napsütés, de addig is szorványosan készülhetünk csapadékra, majd hétvégére csökken a csapadékhajlam, ekkor egy-egy zápor, zivatar tarkíthatja legfeljebb időjárásunkat. Sajnos szinte nem múlik el hét a nyári időszakban úgy, hogy ne történne vízi baleset. Ezek többsége pedig a szabad vizeknél történik. A folyókban vagy a tavakban a fürdőzés csak akkor biztonságos, hogyha kizárólag a kijelölt fürdőhelyek valamelyikén történik, és jó úszók vagyunk. Ha ilyen táblát látunk a parton, mint ami mögöttem is látható, semmiképp sem menjünk a vízbe. Ugyanis például a bányatavak hirtelen mélyülnek, ezért bár a felszínük kellemesnek tűnik, kicsit lejjebb már csak nagyjából 10 fokosak, ami könnyen okozhat görcsöt még egy jó úszó embernél is. Ráadásul tele vannak ipari hulladékkal, drótkötelekkel. Ugyanez vonatkozik a folyópartokra is, hiszen a partmenti kotrás, egyéb munkálatok állandóan alakítják a víz szintjét, egy sekély rész mellett akár méteres gödrök is megbújhatnak. És ilyen helyeken nincs vízimentő, aki segítsen. A természetes vizek kiszámíthatatlanok, hisz az időjárás is percről percre változtatja a hullámokat. Fontos, hogy gyermeket felügyelet nélkül ne engedjünk a vízpartra, találjunk közös és biztonságos időt a hűsölésre, hogy ne történhessen több visszafordíthatatlan tragédia. Én most búcsúzom, és szép napot kívánok Önöknek, a viszontlátásra!